Először is boldog új évet szeretnék kívánni mindannyiótoknak, és remélem, hogy játékokban gazdagan teltek az ünnepek. Ebben a videóban is egy olyan játékot és annak a kiegészítőjét szeretném bemutatni, ami talán már az asztalra is került nálatok. Ez pedig nem más, mint az Eldorado legendája, és ahogy említettem, a frissen megjelent kiegészítője a Hősök és az Átkok. Az Eldorado legendája Reiner Knizia díjnyertes társas játéka, amit Vincent Dutry illusztrált. A játék 2017-ben jelent meg, amit akkoriban a német szakmai zsűri még Spiel des Jahresre is jelölt. Viszont elismerésekben azóta is jeleskedett, hiszen például Spanyolországban és Hollandiában is díjakat zsebelt be, kis hazánkban 2021-ben a Magyar Társas Játék Egyesület pedig az évjátékának választotta meg. A Board Game Geek-en a játékot 7,6-ra értékelték az ottani játékosok, és az értékelésük alapján 1,93-as komplexitással rendelkezik. A játékot egyébként 2-től 4 főig tudjátok majd játszani, és olyan 30-60 percet fog igénybe venni, és 10 éves kortól bátran ajánljuk a játékot. Az Eldorado legendája volt Knizia mesternek az első pakli építő játéka, amit egyébként egy versenyzéssel fűszerezett meg. Ugyanis a játékosok kalandorok bőrébe fognak bújni, és a feladatuk az lesz, hogy az aranyvárosnak, Eldorádónak megtalálják a kapuját. És mivel egy családi játékról beszélünk, így maguk a szabályok sem ördöngősek. Egy játékos 3 lépést fog végrehajtani a körében, mielőtt a tőle balra ülő játékos következne. A kezében lévő kártyákat ki tudja játszani arra, hogy vagy mozgassa a bábuját, vagy pedig új kártyákat vegyen a kínálatból. Ezután eldobja az összes kártyáját, és a saját pakliából újra 4-et húz fel. Nagyon lesarkítva igazából ennyi is lenne a szabálya, itt ugye ami a savaborsát fogja adni a játéknak, az maga a taktikázás, és ugye milyen kártyákat szeretnénk majd megvenni. És ami kiemeli az Eldorado legendáját a paklépítő játékok közül, az egyrészt az, hogy moduláris táblával dolgozik, és sokkal élménydúsabb és változatosabb partikban vehettek majd részt benne. Másrésztről a kártyákon lévő ikonográfia is nagyon-nagyon egyszerű, így akár kisebbek számára is már élvezhető a játék. Illetve a piac tér, ahonnan új kártyákhoz tudtok jutni majd a játék során. Ügyes taktikázással tudjátok majd ezt befolyásolni, hogy milyen kártyák kerüljenek a piac térre, ugyanis egy-egy kártya típusból csak limitált mennyiségű elérhető. Szóval egy gondos előre tervezéssel akár tudtok is vele számolni, hogy milyen kártyákat fogtok majd lerakni egy-egy ilyen kis pici pakli helyére. Illetve ha már magabiztosak vagytok az alapjátékkal, akkor kipróbálhatjátok a barlang variánst is, ami egyébként is benne van ebben a dobozban. A barlangokat itt a kis teleplapkákon találjátok, és ők igazából annyiak lesznek, hogyha egy mellette lévő mezőn fejezitek be a mozgásatokat, akkor felfedezhetitek azt a barlangot, így valamilyen bónuszhoz jutva. Viszont, hogyha még ennél is nagyobb kihívásra vagytok az Eldorado legendáját tekintve, akkor próbáljátok ki a kiegészítőjét. És hogyha szeretnétek használni a Hősök és Átkok kiegészítőt, akkor azt mindenféleképpen úgy fogjátok tudni megcsinálni, hogyha használjátok a barlang variánst is. A kiegészítő dobozában egyébként találtok új expedíciókártyákat, további barlangjelölőket, találtok szövetséges kártyákat, amikkel a játék elején fogtok kezdeni, találtok majd hőskártyákat, akiket fel tudtok fogadni a játék során, hát nyilván akkor fogtok találni egy fogadót is, illetve találtok 3 új térképlapkát, és megint csak, hogy változatosabb legyen egy-egy játékmenet tőle, viszont ahogy látjátok, ezeken már vannak ilyen kis démonmezők. A játék alapszabályai nem fognak változni a korábban említettekkel, viszont minden játékos fog kapni a játék elején egy-egy segítőkártyát, és ez a kártya belekerül a játékosnak a pakliába. Így most már nem 8, hanem 9 kártyával fognak nekivágni a felfedezésnek, és ez azt is jelenti, hogy nem ugyanazzal a kezdőfelállással indulnak, mint hogy az alapjátékban tették volna, hanem egy picit már aszimmetrikussá válik a játék. Az új expedíciólapokat tegyétek a piac térre, ezzel is bővítve a kínálatát. És ahogy korábban említettem, a játékosok most már hősöket is fel tudnak majd fogadni a játék során, mindezt a fogadóban. A fogadót a játék előkészületeként rakjátok a második tereplapkához. És hogyha egy játékos elsétál a fogadóba, befizet egy pénzt, akkor fel fog tudni fogadni egy hőst. Viszont fontos, hogy egy játék során egy játékos egy hőst fog tudni csak felfogadni. Ilyenkor a hős paklinak fordítsátok fel a felső 3 lapját, és az adott játékos válasszon ki belőlük majd egyet. Amit fontos, hogy nem a dobópakliára fog tenni, hanem egyenesen a kezébe. Ez pedig azt jelenti, hogy már akár az adott körben is ki tudja játszani a hőst. Ezen kívül a kiegészítőben találtak ugye új tereplapkákat, amit kötelezően be kell építenetek majd a kis láncolatotokba, de erről is különböző rajzokat vagy különböző javaslatokat fogtok találni a szabályfüzet hátoldalán. Viszont ami a legszembetűnőbb, hogy találtok ilyen kis démonmezőket, illetve találtok alagútmezőket is.
Igazából annyi a különbség, hogy az alagút mezőnek nincsen egy tereptípusa, szóval nem kell kártyát eldobnod, vagy semmit befizettetnek, amikor ráléptek egy-egy ilyen mezőre, viszont annyi átok jelzőt kell húznotok, amennyi rajta van, most jelen esetben egyet. Az alagút mezők pedig annyiban változnak csak, hogy nekik már van egy tereptípusuk, mégpedig olyan, amilyen szomszédságában vannak. Az átok jelölőket pedig nem fogjátok szeretni, ugyanis ezek vagy egy egyszeri, vagy pedig egy állandó negatív hatással fognak majd bírni. Ilyen lehet például az, hogy démonkártyát kell majd húznatok. Ezek a démonkártyák igazából semmire sem jók, csak a paklitokat fogjátok vele higítani. Azonban őket is el tudjátok költeni félpénzért, amikor kártyát szeretnétek vásárolni, vagy pedig amikor olyan mezőre léptek, ahol kártyát kell eldobni. És a kiegészítőben találni fogtok még kettő új torlaszt is, aminél szintén nem kell eldobnotok kártyát, csak átok jelölőt kell húzni, amikor át szeretnétek rajta kelni. Az Eldorado legendáját elsősorban olyanoknak ajánljuk, akik szívesen megismerkednének a paklépítő mechanizmussal, illetve olyan családoknak, ahol a kisebbek és a nagyobbak is szeretnek egymással versenyezni. Azonban, hogyha nem a dzsungelt szeretnétek felfedezni, és inkább egy agyégető élményre vágytok, akkor kattintsatok ide az i-betűre, ahol az anakronitásos játékot mutatjuk be nektek. És ha még nincs meg a polcaitokon az Eldorado legendája társas játék, vagy már megvan, de fel szeretnétek turbózni egy picit, akkor a Hősök és az Átkot is megtaláljátok szaküzleteink polcain, illetve a webshopunkban is. És mindenféleképpen iratkozzatok fel itt ránk YouTube-on, hiszen heti rendszerességgel jelentkezünk nektek új tartalommal. És ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt, ugyanis így értesülhettek róla elsőként. Ezen kívül megtaláltok minket Facebookon és Instagramon is. A következő videóig is jó felfedezést kívánok, én Soma voltam, sziasztok! És hogyha érdekelnek hasonló társasjátékos tartalmak, akár bemutatók, akár szabálymagyarázó videók, akkor kattintsatok ide!